2007-ben a akkori vezetés azzal a céllal hívta életre a Dombóvári Focis Egyesületet, hogy a gyereklabdarúgás elkülönüljön a felnőttektől. Kifejezetten az utánpótlás nevelés volt a cél, és én akkoriban még, mint segédedző vettem részt az egyesület életében. 2012 óta bízták rám az egyesületnek a vezetését. A szakmai munkánkon túl, amiben beletartozik az, hogy számos alkalommal megyei címeket, illetve volt, hogy országos bajnoki címet is nyertünk, több küldetést is kitűztünk célul magunk elé, főleg itt a társadalmi szerepvállalásra gondolok, amióta ugye a törvényi adta lehetőséget, illetve a kormány biztosítja azt a lehetőséget, hogy TAO-s forrásokból pályázhatunk. Mi célul tűztük ki azt, hogy nem csak a magunk infrastruktúráját, hanem Dombóvár város, illetve az itt működő iskolák és intézmények sportcélú infrastruktúráját is fejlesszük. ...2021 tavaszáig bezárólag több mint 300 millió forinttal tudtuk segíteni a dombovári infrastruktúrát, illetve a dombovári intézményeknél a beruházásokkal a fejlesztéseket. Ezekbe ugye a sportpályák építésén túl számos sportcélú eszközbeszerzés és egyéb öltöző és sportcsarnok felújítás is beletartozik. Megteremtettük azokat a feltételeket, amik szükségesek ahhoz, hogy a labdarúgás tényleg a kistérség legnépszerűbb sportja legyen, de nagyon fontos, és ezt minden alkalommal, amikor megkérdeznek, elmondom, hogy a labdarúgás az a többi egyesületnek, a többi sportnak nem az ellensége, hanem a barátja. És ezért is gondolkodunk úgy, hogy amit mi fejlesztünk, azt nem csak magunknak fejlesztjük, hanem a dombovári közösségért, illetve a kistérségben, a dombovári kistérségben és az itt helyben élők számára próbálunk jobb feltételeket biztosítani. És erre a legjobb élő példa az, amikor egy iskolában elkészül egy pálya, amit ugye a napnak a legnagyobb részében az iskolások és az intézmény használ, mi pedig az edzési időkben, illetve az egyéb szabadsávokban hasznosítjuk. Úgyhogy van egy ilyen társadalmi szerepvállalásunk, amik főként ugye a beruházásokban mutatkoznak meg, de ez mellett számos olyan kezdeményezésünk van, ami toborzó jellegű, illetve közösségépítő jellegű. Itt gondolok arra, minden évben tábort szervezünk, illetve külföldi utazásokat szervezünk. Elmondhatom, hogy a hosszú évek alatt Barcelonától Berlinig Dárdai Pál vendégei voltunk, tehát évente 50-60 dombovári gyermek tud külföldre komolyabb szinten kirándulni, és tényleg a labdarúgásnak az európai elit világába is belecsöppenni. Futszál szakággal együtt több mint 200 versenyengedélyünk van, tehát az azt jelenti, hogy tényleg aktív 200 sportolónk űzi ezt a labdarúgást 7 éves kortól egészen 20 éves korig bezárólag. Abban egyetértünk a felnőtt csapatvezetőivel is, meg a városvezetéssel is, hogy nekünk az mellett, hogy gyereket nevelünk, egy fontos végtermék az, hogy abból felnőtt labdarúgó válik, a helyi felnőtt csapatot tudja segíteni a játékával, és tényleg felnőtt futballista lesz. Ez a legérdekesebb fokmérője az mellett, hogy azt is meg kell említenem, hogy 15 labdarúgónk van, akik Dombováról komolyabb osztályban futballoznak, akadémiákban is magasabb szinten képviselik ugye Dombovárt, de ami fontos vívmány, hogy most az idei évben már 5 olyan labdarúgónk van, aki kettős engedéllyel a felnőttben is, és nálunk az utánpótlásban is játszik, tehát megvan az az átmenet, hogy a gyerekkori neveléstől egészen a felnőttig válásig mi elkísérjük őket az úton, és átadjuk egy kézlabdarúgóként, hogy akkor a helyi felnőtt csapatot még sikeresebbé tudják tenni.